magyar haverokkal játszik az ember, ez ugye a nyelvtudás hiánya miatt is van. Eljújjuk, ez az én problémám. Hát ennyi volt igazából, srácok, már a stream. Lassan 8 óra, 2 órás stream, úgymond semmiből. Köszönöm annak a pár embernek, aki itt volt és végighallgatta a monológomat. Bármi kérdésre mondom nyugodtan ide is, még pár percig a Twitch oldalát nyitva hagyom, amiután lelőttem a streamet. Vagy ide, vagy privátban, esetleg GamePodon, Facebookon nyugodtan lehet írni. A hétvége után pedig, ugye ma van november 7-e, november 11-én megjelenik a játék, és akkor szívesen játszok bárkivel is, aki úgy érzi, hogy szeretne kooperatívban, vagy több szereplős játékmódokban játszani velem, ellenem, az nyugodtan vegyen fel, bármikor munka után helyett szívesen játszok bárkivel, bármelyik módban. Igazából a klasszik módokat szoktam hanyagolni, de hogyha esetleg a listában az jön, nyugodtan kipróbálom. Egész egyszerűen tervek szerint hosszú hónapokig le fogom magam kötni ezzel a játékkal, de ahogy nézegettem a fórumokat, nem vagyok vele egyedül, és tényleg sok ember tervezi azt, hogy konkrétan emiatt az egy játékcsomag miatt vesz Xboxot. Tényleg igaz lesz, amit írtam a bemutatóban, hogy az Xbox és a Halo név az teljesen összefonódott. Akinek van Xbox, az minimum egyszer megnézte, hogy milyen a Halo is. Nem tudok csodálkozni, mert tényleg jó játék. A hibái és a hülyeségei ellenére is. Hát várok mindenkit legközelebb is, hogy tartsatok velünk streamen is, illetve találkozom majd a multiplayeres meccsekben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hogy meghallgattatok engem. További szép estét, és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok, én Orik voltam. Thank you.